Nem muszáj itt a kezdetek, ha nem akartok. Na már begyakoroltuk. Sziasztok! Sziasztok! Melyikről ment túl a beköszönés, látod? Nagyon jó vagyok. Begyakoroltuk, gyakoroltuk. Megrendeztük. Hát sziasztok! Itt van Betty és Márkó velünk. A második részhez érkeztünk, az előző részben beszélgettünk arról, hogy hogyan habarodtak egymásba. Ugye barátságból indult ez a szerelem, de aztán nagyon nagy szerelem lett belőle. Volt annak előzménye is, amikor a Betty különösen nem bírta a Márkot. Nézzétek meg az előző részben itt a YouTube csatornánkon. Ma azzal folytatjuk, hogy hogyan jutottatok el ilyen-ilyen gyorsasággal addig, hogy gyakorlatilag most már 4 hét múlva itt a baba. Tehát ott hagytuk abba, hogy te nem engedted el a Márkót, elkezdtetek Igen. együtt élni, minden természetesen alakult. Te elkezdtél a Sztárban, Sztár leszekben szerepelni, ami ugye tudjuk, hogy 24 órás felkészülést igényel gyakorlatilag. Azt se értem, hogy egy hét alatt hogy lehet mindig ilyen produkciót előállítani, de te neked ezt így végig kellett tolni. Te is játszottál színpadon, és akkor egyszer csak. Hát igen, történt volt. Történt valami elvileg, mikor december 25-én. Karácsonykor, az első közös karácsonyunkon. Igen. A szeretet ünnepen. A szeretet ünnepen. Beszéltetek előtte arról, hogy majd ki mennyi gyereket szeretne, vagy szeretnétek egy családot? Persze, szóval kell, arról, te egyáltalán. Hogy... Szerintem annyira nem, csak hogy családcentrikusak De az, hogy nagyon vagyunk családcentrikusak vagyunk, igen, igen, uh-huh. igen, és hogy nagyon szeretnénk gyerekeket. Nem feltétlenül Mal. Egymástól, de szeretnénk. Még a baráti időszakban. Igen. Hát ez nagyon érdekes, ugye telt múlt az idő, aztán egyre jobban megszerettük egymást, és felújítottunk egy lakást. Igen. Igen, és akkor nagy munkálatokban voltunk éppen, és egyszer csak hazajöttünk, Bettike mondta, de pont akkor oltattuk be magunkat Covid ellen. Aha. Aznap kaptuk, emlékszem, hogy január 5-én kellett volna, hogy megjöjjön a menzezem, és aznap kaptuk a Covid oltást, és nagyon sok barátnőmnek, nekem az előző 2 oltásomnál okay. nem volt ilyen baj, de a harmadiknál ő bekövetkezett igazából, hogy azt hittem, hogy amiatt késik, mert nagyon sok barátnőmnek, igen, ilyen 2-3 heteket igen. bőven igen. késett. És akkor nem is aggódtam nagyon igazából ezen, hogy mi történhetett. Nem rohantál a gyógyszertárba tesztért? Nem, egyáltalán nem. És akkor rá egy jó 2 hétre, január vége fele vettünk egy tesztet, mert kicsit dagadtak a cicieim, éreztem, hogy valami nem oké. Vagy hogy olyan, mintha ha menstruálnék, de mégsem görcsölgetek, nem tudom, mi ugyanolyan tüneteim voltak. És akkor mondtam a Márkonak, hogy hát vegyünk egy tesztet, aztán lesz, ami lesz. Hát és akkor vettünk, és ráadásul esti tesztet csináltam, és elvileg, ha az esti pozitív, akkor szinte fix, hogy pozitív. Tényleg? Ezt igen. meg sose hallottam. Igen, mert hogy van ez pontosan? Mondjuk el a csajoknak. A reggeli első vizeletnél Aha. kell amúgy csinálni, és az adja a legbiztosabb képet. Igen, erről az adja, de hogyha pozitív a nap bármelyik másik szakában, akkor biztos, hogy pozitív. Igen, és akkor mi este csináljuk? De várjatok, ezt tegyük tisztába, akkor most, tehát, hogy tulajdonképpen tök mindegy, mikor csináljuk, ha pozitív, akkor pozitív, ugye? Igen. Hát igen. Igen? Igen, igen. És akkor... Én éppen a WC-n ültem. A Márko éppen a WC-n ült, én előtte lepisírtam a kis tesztet, leráztam, beraktam egy kis csomagba, levittem a szobába, vártunk 15 percet, Márko addig trónolt, és akkor néztem. A telefonom. Hát mondom, ez 2 csíkeszett. Ez akár, hogy is nézel? Ez bárhogy nézem, bárhogy fordítgatom. Sikintem elrögtem magam, nem tudom. Hát ez pozitív. Én nyilván beszaladtam a Márkóhoz a WC-re, és nem tudtam legelőször, hogy milyen reakciót váltson ki belőlem ezt, hogy nagyon boldog legyek, vagy nagyon megijedjek, nem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, és akkor elmondtam a Márkónak, hogy hát ez bizony, ezt te csináltad, ez pozitív. Igen, és akkor a Márko meg elkezdett nevetni, ő tulajdonképpen örült neki, vagy hogy szerintem nem fogtad fel hirtelen. Kiderült, igen, igen. hogy kétség. Felálltál a mosdóból, kijöttél,
És akkor leültetek, és azt mondtátok, hogy most mi van? Hát legelőször így az volt, hogy akkor jó, akkor csináljunk másnap reggel is egyet, az a biztos. És akkor még nem szóltunk senkinek, és akkor másnap csináltunk reggel egyet, meg utána délután is, mind a három pozitív lett. És akkor utána kezdtünk el gondolkodni nagyon erősen, hogy most akkor mi legyen. És akkor emlékszem, felhívtuk anyát a szobába, és akkor elmondtuk neki. Nem elmondtuk. Leültettük, szépen mi rákészültünk, leült, és azt mondja, terhes vagy, igaz? Ha ilyen hivatalosan akartok velem beszélni, igen, beszélünk veled, Évi, figyelj, ülj le, elmondjuk, hogy mi van. Terhes vagy, igaz? Nem is emlékeztem. Nagyi leszek. Igen. Mimó lesz. Mimója, igen. Mimó. Mert a mama az kicsit ilyen idősebbek. Igen, egyébként anyává válni, meg nagymamává válni, az mind a kettő ilyen más állapot következik, és ilyen fura dolog. Igen. És anya is azért valami becenevet szeretne magának, ami nem mama, vagy nagyi, vagy nem tudom mi. Na igen, és akkor elmondtuk anyának. Anya nem foglalt úgy állást benne, örült is neki, meg nem is, nyilván hát nagyon frissek voltunk a Márkóval, akkor voltunk együtt 4-5 hónapja, szóval hogy azért, uh-huh. azért az tényleg igen, tényleg rajtam meredek. Is a nagy stressz, hogy úristen, elmondtam Évinek, anyáméknak még nem mondtam el, mondjuk el anyáméknak. Igen. És nyilván nekem apukám ilyen nagyon ki tudja mutatni a szeretetét. Uh-huh. És hát ő nagyon boldog, úristen, de jó, hú, ez az! De nem mondtuk volt, még, hogy megtartjuk, vagy nem, csak elmondtuk, nem hogy... Nem is volt számára kérdés. Nem. Számára ez nem, fantasztikus tényleg. Dolog. Nyilván édesanyám, meg a Betty édesanyja is azért ennél jóval racionálisabban gondolkodik. Igen, és mondták a pró és kontra érveket. Igen, de az volt a jó mindenkibe, az Évibe is, meg az én szüleimben is, hogy semmere nem toltak minket, hogy nem igen. tették ránk azt a társadalmi nyomást, hogy a gyereket nem lehet, meg az sem, hogy ne roncsátok el az életeteket, hanem hogy bármi van, jól gondoljuk át, de támogatnak minket. Igen, ez szerintem nagyon fontos. Igen, volt, hogy ez nagyot lökött rajtunk abba az irányba, hogy megtartsuk a picit. Hogy meg. Nagyon szuper jó fejszüleink vannak, és ők igen, hagytak igen, minket mondták, dönteni. Hogyha te majd fellépsz, ott lesznek, segítenek, igen, stb. Igen. És ez a biztos háttér, ez nagyon sokat jelent. Nagyon. Igen, hát rengeteg. Főleg az rengeteget. Igen, hogy lelkileg tényleg ott tudnak lenni mögöttünk. Igen, meg nekem mindig volt egy ilyen félelme, mert kiderült, hogy PCO-s vagyok. Még nagyon régen, nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt, és akkor azóta azért bennem mindig bennem volt, hiába nem terveztem még mostanában kisbabát, de tudtam, hogy én szeretnék, hogy és mindig bennem lesz. Volt a félelem, igen, hogy nehezebben jöhet össze, mint egy átlagos nőnek, és akkor ez is arra vitt minket, hogy ezt a Márkó is tudta, és ez is arra vitt minket, hogy tartsuk meg a picit. Igen. Igen, de hát nem volt egyszerű, azért nagyon féltünk. Egy hónapig azért minden nap ezzel fekszik az ember, hogy úristen, hogy most meg fog változni az életem, és akarjuk-e ezt, nem akarjuk-e ezt, de hogy dolgozzuk fel, hogyha úgy döntünk, hogy nem. Vagy hogy mi lesz, és mindig kicsit így elmentünk egymás mellett abban az egy hónapban, hogy igen, mikor én úgy gondoltam, hogy igen, akkor úgy gondolt, hogy hát, hogy ne. Én meg mikor úgy gondoltam, hogy hát, ne, ő meg úgy gondolt, hogy igen. Igen, úgyhogy sokáig nem voltunk egy hullám hosszan ebből a szempontból. Lényegében a döntő tényező az volt, mikor elmentünk az első vizsgálatra. Első ultrahangos vizsgálat, és hallottuk a kis szívdobogását. Nyilván az akkor ilyen gyors, egy pár hetes magzatnak ilyen a szíve, hogy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. És hát akkor már biztos. Amíg beültünk a kocsiba, utána sírtunk, és akkor mondtuk, hogy nincs kérdés, igen. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt! Támogatónk a momteamshop.hu, a Collagen Plus forgalmazója.